Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét szombaton a Szabolcsban rendezett Vármegyenap. Ezt követően a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművész növendékei adtak elő színvonalas néptáncot a Földvár előtt felállított, a Szent Koronát is megjelenítő színpadon. Az eseményt minden évben más helyszínen rendezi meg a Vármegyei Önkormányzat. Annak dátuma, azaz a május 20-ai hétvége, azonban egy 2005-ben hozott határozat szerint változatlan. Ez is arra az 1092-es zsinatra emlékeztet, amelyet éppen a településen tartott Szent László király, és amely fő apropója volt annak is, hogy a települést történelmi emlékhelyé avassák idén. Eddig a Vármegyében három történelmi emlékhely volt, a Kölcsei emlékére a Szatmár Cseke, Kölcseinek a síremléke, Nyírbátorban a Bátori vár, illetve Pócspetében a emlékezetes események, hát helyszínt adó település. Immár a negyedik történelmi emlékhely lesz Szabolcs település, ez nagy büszkeségre adok ott számunkra, és hát reméljük, hogy egy nagyon szép napot töltünk el itt Szabolcs településen. A korábbi esős idő után nagyon jó idő van, és látom, hogy gyülekezik a közönség, és sokan is leszünk. Csegei László Szabolcs polgármestere beszédében kiemelte, nagy büszkeség a helyiek számára, hogy a történelmi emlékhelyi címhez kapcsolódva a Vármegyei Közgyűlés idén a településen rendezte meg a Vármegye napot. Az idei május 20-a valóban különleges és jeles ünnepnap. Első Vármegyei nap, ugye a megye napja mindig május 20-án van, és az idén első Vármegyei nap Szabolcson tartatik. Azon kívül a településnek is van saját ünnepelni valója, hiszen megkaptuk a történelmi emlékei címet, és az ehhez kapcsolódó emlékoszlop stíle leleplezése, felavatása, megszentelése, megáldása szintén a mai nap programjába tartozik. Vinnai Győző a térség országgyűlési képviselője Szabolcs település történelmi jelentőségét emelte ki. A politikus rámutatott, a község a honfoglalást követően az ország központja volt, ehhez mérten kell népszerűsíteni a hely szellemét és identitását. 1092-ben tartott egy zsinatot első László vagy Szent László királyunk, egyházi és világi törvényeket hozott, az országos politikába vagy az országos figyelembe akkor benne volt. Korábban, a 10. században a honfoglalás után Szabolcs vezér ide vezette a népét, és országos központ volt ez a terület, itt a Földvár, a Tisza ölelésében, a Földvár tövében, és ma így gyülekezünk, hogy megünnepeljük a turisztikai attrakciót, megünnepeljük a történelmek helyet, és erősítsük Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye identitását. A Vármegye nap ünnepi beszédét Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tartotta. A tárcavezető hangsúlyozta, a magyar nemzet és a kereszténység fennmaradásának érdekében valóban történelmi szerepe volt Szabolcs községnek. Szabolcs nem csak a Vármegyének az egyik jelentős múltú települése, de a magyar történelem szempontjából is egy nagyon jelentős településről van szó, ahol ugye 1092-ben Szent László király Szent Zsinatot tartott pont a mai napon. Ez nyilván adja a párhuzamot azzal, hogy ahogyan Szent László Szent István örökségére építve megteremtette azt a szilárd magyar államot, amely megtartotta a magyar nemzetet az évszázadok során, ugyanúgy nekünk is vigyáznunk kell erre a közösségre, hiszen ez az, amely megtart minket, illetve az elkövetkező nemzedékeket a jövőben is. A Vármegye napon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitüntető díjakat is átadták, a közgyűlés összesen 17 személy munkásságát ismerte el a szombati rendezvényen.